Repülni, mint a madár, vagy mint a szuperhősök. Ugye önök közül is sokan álmodoztak már erről. Higgyék el, vannak, akiknek ez már nem csak álom. Csak egy wingsuit kell hozzá, vagy talán még az sem. Ugye ez mit is jelent? Ugorjunk egyet 4000 méterről. Én egyébként az első pillanatot szeretem leginkább, amikor szinte súlytalannak érzi magát az ember. Az ugrók ezt 4000 méterről zuhanva tapasztalják meg először, amikor 200 km per órás sebességgel közelítenek a föld felé. Ez az ejtőernyőzés egyik szakága, a wingsuit, azaz a szárnyas ruharepülés. Egy olyan közegben lehet, és egy olyan dimenzióba így fönt a levegőbe, amit ugye a földön nem tudsz megtenni, ez eléggé vonzó. Az a furcsa ebben, hogy nekem pont az nem jut eszembe, azt, hogy ez veszélyes lenne, pedig tudom, de alapvetően meg se fordul a fejembe például az, hogy bármi történhet, negatív dolog. Láttam annak idején nagyon jó filmet, amiben volt egy csodálatos jelenet, amikor óceán felett zuhannak öten hulló csillag formációba, és nagyon megtetszett a dolog. Ki akartam próbálni, nem akartam ejtőernyős lenni, de ki szerettem volna próbálni, milyen érzés, aztán úgy maradtam azóta is 18 éve. 2002-ben ő repült először szárnyakkal Magyarországon. Szörényi Csabának is köszönhető, hogy idén már 7. alkalommal lepték el a repülő mókusokra hasonlító ugrók siófok légterét. A 10 napos rendezvényen 20 ország több mint 80 versenyzője indult 4 különböző kategóriában. A mesztelen csúszható ugye nevében benne van, hogy ott ruha nélkül ugranak a versenyzők, egy térd fölé érő sort engedélyezett csak. Csúszaton bármilyen ruhában lehet ugrani, ami nem számít wingsuitnak. Wingsuitnak ugye a szárnyas repülőruhák számítanak, illetve a wingsuit rodeo azt jelenti, hogy egy szárnyas ruhába öltözött ember hátán ül, végig repülés közben egy nem szárnyas ruhába öltözött versenyző. Szerintem a wingsuit és a wingsuit rodeo a legnehezebb. Olyan nagyon nagy felületűek ezek a ruhák, hogy elég nehéz kezelni azért stabilan a levegőbe. A speciális ruha kiugrásnál felfújódik és egy szárnyfelületet képez a testen, ezért nem csak zuhannak, hanem vízszintesen is repülnek. Ez is a verseny célja, a csúszás pedig GPS-szel mérik. A lényeg az, hogy a 3000 és 2000 méter között ugye minél nagyobb távolságot tudjunk repülni ezzel a szárnyas ruhával, úgyhogy én a hátán vagyok a partneremnek. 1500 méteren van az, hogy jó, akkor oszolj, és akkor én zselengedem, és akkor mindenki. Történnek problémák, de hát ezek megoldhatók. A technikánk az nagyon jó, tehát az soha nem fog minket cserbe hagyni, itt csak az emberi hiba az, ami problémát okozhat. Az a legnehezebb benne, hogy túl kevés ejtőernyős van. Tehát amikor egy normál üzem van, ezt úgy kell képzelni, mint egy síliftel járnánk föl le gyakorlatilag, csak túl nagy síliftünk van és kevés emberünk van, pedig az csak akkor megy, ha tele van. Ez a típusú ilyen uramisten, de fantasztikus dolog, az eltűnik, de azért ott ültünk együtt a helikopterbe, azért ott az ember kinéz, akkor tehát ez minden esetben emlékezteti arra, hogy nagyon szép dolgot csinál. Szerintem egy ejtőernyős teljesen máshogy kémledi az eget, és így arra gondolni, hogy te ott fent igazából bármit csinálhatsz, mozoghatsz, az így nagyon jó érzés.